Nagy Ferenc, nyugalmazott közigazgatási vezető, Prourbe Bátaszék elismerésben részesül. Ferenc, Feri bácsi, Bátaszék város és lakossága érdekében hasznos munkásságával járult hozzá a közigazgatási és a társadalmi élet területének a fejlesztéséhez évtizedeken keresztül közigazgatási vezetőként, majd települési képviselőként. Nagy Ferenc a postán kezdte a tevékenységét, de a futball lekötötte minden figyelmét. A város vezetősége azzal segítette, hogy állást ajánlott neki a községházában. Azt mondja, ez volt élete egyik legjobb döntése. A foci az egy csapatjáték. Én mindig egy csapatjátékosnak vallottam magamat, és ez így történt a munkám során is természetszerű. A pályán küzdő voltam, nem akkora spíler, hogy tovább juthattam volna, de mindenképpen, és ez át lehetett hozni a munkahelyére is az embernek. Én olyan apparátusba kerültem vissza, akikkel között 4 évén keresztül együtt dolgoztunk, és netán szittuk a vezetőket, ha olyan volt a helyzet, és azt követően ennek a csapatnak, hogy így mondjam, lettem a vezetője, ragyogóan fogadott a közeg, jól együtt tudtunk dolgozni, és hát egy példák sorát tudnám itt elmondani, ami a közös munkának az eredménye lett, mert egy vezető az kevés, hogyha természetesen nem számít az apparátusára, keresbe is tudnak tenni, de vele is együtt tudnak húzni. Na most szerencsére ez a 70-es, 80-as évek, ezek olyanok voltak, hogy félelmetes módon beindult az építkezés. Ebből adódóan közművesíteni kellett nyakra főre. Egyik utca a másik után épült, a Bátaszéken bizonyos helyeket, ami ilyen fehér foltok voltak, azokat beépítettük sorba-sorba, és utána fejleszteni kellett. Volt olyan, amikor már ott voltak és építeni akartak, de még nem volt vízük, mert nem tudott lépést tartani ezzel a fejlesztés. A ragyogó hitelfeltételek mellett adtak kölcsönt abban az időben 2-3%-os kamattal, és ez garantált kamat volt. Némi hely saját erőt kellett a vállalkozó, az építkezőnek biztosítani, amit könnyen lehetett, és erre megvoltak a különböző módszerek, hogy hogyan és mint csinálják. Olyan történések is voltak, hogy, és ez egyik kedvenc dolgom, hogy volt Bátaszéken egy ilyen Rózsa utca nevű település, ez volt a cigánytelep. Ezt úgy asszimiláltuk, hogy bizonyos kisebb értékű házak vásárlásával megoldottuk, illetve akik képesek voltak rá, házhelyeket is kaptak különböző helyeken. Tehát nem maradtak kolóniában, hanem asszimiláltuk őket a település különböző pontjain. Az építkezések mellett természetesen fejleszteni is kellett ezt a települést különböző területeken. Egészségügytől most sorolhatnék, de nem akarom. Az oktatás volt főként a sarkalatos pont, mert tudni kell, hogy a 80-as évek végére Bátaszék volt a megye legnagyobb légszámú általános iskolája, 1300 gyerekkel. Ez bizonyos mértékig a körzetesítés is volt, mert néhány környező települést ide körzetesítettek, de ettől eltekintve. Na most ehhez kellett tantermeket építeni, kellett egy normális konyhát, ilyen 800 adagos konyhát, amit ki tudta elégíteni. Ezek megvoltak. Az építkezések mellett volt már egy gimnáziumunk, ami 64-ben indult, ezt fenn kellett tartani, azt is bővíteni, és hogy pedagógusok számára vonzó legyen Bátaszék, szolgálati lakásokat kellett építeni, bérlakásokat, ezeket mindent megtörtént. Abban az időben, ha jó együtt tudott az ember dolgozni a tanácselnökkel, akkor ez viszonylag könnyen ment. A végrehajtó bizottság összetétele az általában olyan volt, mint a statisztikához kellett, legyen benne fiatal, legyen benne nő, munkás, és a többi, tehát nem igazán szakemberek voltak. Ha nekik kedvező célokat tudtunk felvázolni, akkor ők, és a település érdekében természetszerű, akkor ők ezt segítették. Na most természetesen kontrollként még ott volt egy tanácstestület, ami viszonylag 50-60 fős nagy létszámú, főként akkor, amikor hát Bátaszék községből 70-ben nagyközségi közös tanács lett, néhány település, de körzetesítésével,
akkor a tanács testülete mondta mindenre ki az áment, hogy így mondjam, a pontot a fejlesztésekre, és természetesen oda kellett figyelni, hogy a társtelepülések is megfelelő módon fejlődjenek, tehát nem lehetett változékcentrikusnak lenni, és ez így működött gyakorlatilag mindenféleképpen. A rendszerváltást követően Nagy Ferenc újra részese lett Bátaszék képviselőtestületének. Akkor ez a csapatmunka, ez egészen más arculatot öntött. Itt inkább hozzáértő emberek voltak már bent, olyan emberek, akik bizonyos vezetői feladatokat láttak el a településen, velük az akkori önkormányzati vezetéssel, legyen polgármesterrel, jegyzővel együttműködve könnyebben lehetett dolgozni, de természetesen viták után születtek meg a döntések, sokszor egészen harcos viták után, de általában képesek voltunk, hogy így mondjam, egyfele húzni. Mindig is a Bátaszék volt a célpont, tehát a település érdekét próbáltuk, és nem igazán párt irányban próbáltuk elvinni a települést. Azt vallja magáról, hogy számára Bátaszék mindent jelent. Hogy is lehetne ez másként, ha valaki közel 80 évesen ugyanabból a házból megy átvenni egy díjat, mint ahol meglátta a napvilágot? Nagyon sokat jelentett. Óriási dolog volt akkor, hogy én a falu születteként a település egyik vezetője lehettem, és ez most minden rendű rangúban, itt gondolok a szövetkezetekre, különböző intézményekre, szinte már a végén egyedüléként voltam a bátaszéki, ez nekem nagyon sokat jelentett, de óriási felelősséget is adott. Nekem meg kellett felelni a Julis néninek, a Pista bácsinak, ha bejött ide a hivatalba, az ember ha szavát adta, akkor azt illett betartani, és engem azt sem zavart, és mindig felszabadítottam az embereket, hogy én továbbra is legyek az a Nagy Feri, akit ő nagy gyerekkoromtól ismert, és itt fordulhatnak, vagy forduljanak hozzám nyugodtan, és mondják el, és osszák meg velem a problémájukat. A kollégáimat is erre próbáltam irányítani. Az lényeges elmondani, hogy ennek az elismerésnek, amit kaptam, egy vezető, ez egy ember. De ha nem áll mögött egy olyan csapat, aki kvalitásában az akkori fejlesztésekben partner, a műszakiak, de mondhatnám a pénzügyi csoportot, akkor hogy is mondjam, vagy félkezű óriás az ember. Nagyon jó munkatársakkal dolgoztam együtt, akikből a későbbiek során, mert folyamatosan aki kívánta magát képezni, azt beiskoláztuk, államigazgatási főiskolát, többen végeztek számviteli főiskolát a tanács segítségével, és a rendszerváltást követően ebből ketten, hárman település vezetők lettek környező kisebb településeken. Kétféleképpen tudok sétálni az utcán, meséli. Ha akarom, számba tudom venni a mai napig, mi az, ami a kezem nyomát viseli. De másképp is végig tudok menni Bátaszéken. Én meg úgy is tudok sétálni, hogy észreveszem, hogy mit kellene megcsinálni. Kollégáim nevettek rajtam, mindig azt mondtam, hogy gondoljanak arra, hogy én ilyen 183 centi magasan egy kalappal a fejemmel, ha megyek a járdán, akkor szeretnék közlekedni, tehát a faágat ne lógjanak be. Mi rendszeresen körbejártuk két alkalommal a műszakiakkal a települést, és akkor megnéztük, hogy a Magyar utca 15, én ott lakom, hogy ott akkor mit kell csinálni, árkot rendezni, esetleg ágat levágni, és a többi. Erre intézkedési terv született. Most vannak hiányérzeteim, hogyha temetőben netán gyalogosan kívánok kisétálni, hát nem nagyon lehet elmenni a járdán, mert már az állampolgárok sem figyelnek úgy oda, mint valamikor. Óriási dolog volt, és ez nagyon-nagyon lényeges, a társadalmi munka, mint ilyen szó, ez ma már semmit nem jelent. Abban az időben sorba jelentkeztek, hogy mi szeretnénk ezt a közművet először az utcánkba kiépíteni. Szilárd burkolatú utcák épültek, a műszaki vezetést kellett adnunk, és a hozzá szükséges anyagot, a cementet és a sódert, a többit az utca lakói megépítették, ilyen volt a Gárdonyi utca, Deák utca, Őz utca,
és sorba álltak, amikor elkezdődött a szennyvíz kiépítése, és a mi időszakunkban történt, és a gáz kiépítése. Szövetkeztek az utcák, pénzt adtak össze, mert egyébként a lakossági összefogással lehetett ezt csinálni, az ő pénzükkel, hogy nálunk történjék meg előbb, nálunk történjék meg is, és kétkezi munkájukat adták, nem várták meg, hogy az árkot netántán jöjjön egy gép, és az visszajön, az kézzel megtörtént, és megcsinálták. Én hiszem, hogy most is a városlakók magukénak érzik a települést, de nem mutatják meg igazán, hogy a környezetükben többet kellene, hogy tegyenek. Az árokban a gaz levágásától a másik harmadikig. Gyerekkoromban nekem az volt a feladatom, minden hétvégén az út felező vonaláig el kellett söpörni a járdát. Annak úgy kellett kinézni, ma már ezek a dolgok nem így működnek, elvárják, hogy itt a városvezetés csinálja meg, sőt jelzik a problémákat, hogy csinálják meg. Mikor arról kérdezem, mit érzett a díj kapcsán, azt mondja, meglepődött, hogy ennyi év után még számba veszik a teljesítményét. A 8. X előszobájában, ahogy mondtam, az ember már nem arról ábrándozik, hogy valami elismerést kap, korábban talán igen, inkább a gyógyszerén meg a vérnyomását, ilyesmiket figyel, meglepődtem, és az ember hosszú életet él, különböző elismerések kap a véradástól, a polgárvédelem keresztül, de kormánykitüntetést is, erre is büszke vagyok, de két elismerésre vagyok igazán büszke. 1998-ban a kollégáim, tehát a megyei jegyzői először engem választottak meg az év jegyzőjének. Ez egy óriási dolog volt, akkor nekem a szakma ismert el, mondták, hogy ezt én érdemlem meg, és másodszor pedig hát az a település, ami a Szüzem Csücske, tehát annak az a vezetőtestület tartott engem méltónak az díjra, az elismerésre, ahova az életem köt, tehát hazai pályán kaptam meg ezt az elismerést, és ez egy nagyon nagy értékű volt számámra, igencsak meghatódtam, és büszke is vagyok rá.